Jó estét kívánok, sziasztok! Kapos Dorka vagyok, a Necromonicon kiállítás kurátora. Maga a téma mindenféleképpen egy szakrális helyszínt kíván. Végül is a Latarka TV helyiségét egy ókeresztény kazamatákhoz hasonló kiállított térre rendeztük le. És egyfajta utazásra hívunk mindenkit, aki ezt a kiállítást megnézi. Hú, ez nagyon jó, hogy vagyok, Hú, ez meg Aliens. Csoda, hogy meg Aliens. Azt a legjobb, egy ilyen áldémon szerintem. Hát ez olyan, mint ezek a régi teútól lovagok. Ez a kép egyébként a Mária üveg moszkói címet viseli. Ez egy nagyon apró kép, és pontosan az interjárás, amiatt szeretem nagyon. Tominak a képei azok üvegnegatív eljárással készülnek. Azok a kis törésnyomok, amelyek az analóg fotózás az előhívás során keletkeznek. Ezek az apró hibák azok, amik tökéletesen teszik az ő képeit. Asszony speciális felkérésére hoztam otthonról. Teréz anyát ábrázolja, aztán nem Miki, hanem Mini fog a kezében, és ugye ez a fogyasztói társadalom abszolút portretírozása. Igazából ez is egyfajta olyan spirituális halál. Semmi más nem akar kifejezni, csak azt a fajta félelmet, ami mindenki benne van, és mindenkivel belefeszül. Az első az a Yakuza cím, az a világos kék munka volt. Feszítőhékeket gyűjtöttem, és valamit kezdeni akartam velük, elkezdtem laposgatni, és rájöttem, mert ez egy ilyen éjszakai folyamat volt, hogy ez egy olyan, mint egy démonomat, egy félelmen át jeleníteném meg. De ez a démoni, meg az ikonikus dolog, ez nem olyan a határ, ami szed abszolút szubjektív? A hatás a lélekre. Nem az a lényeg? Nekem inkább ikonikusok ezek a gépek, és nagyon szeretem az ikon hatását. Ezek a gépek nem szörnyűek, ezek nem démonikusak, hanem ezek a gépek, ezek szépek. Vagy gép meg gép. És akkor ezen így elfűt, és akkor jön valami. Ez igazán ikonikus-e, vagy démoni? Valószínűleg vannak démonok is, mert vannak démonjai. Mindenkinek van, de sokkal több ikonok van, mint démonok.